Mutina Ágnes, a magyarországi úszó Európa bajnokság aranyérmes váltójának egyik tagja. Ágnak az elsőség mellett még egy bronzérme is van 200 gyorson. Az Európa bajnok úszó kiskora óta csak a víznek él, a kezdetek még vidéken voltak. Ózdon kezdtem el úszni, ugye ott laknak a szüleim, anyukám úszott ilyen hobbi szinten, és nővéremmel hát ugye először csak levittek minket, hogy tanuljunk meg úszni, aztán hát ott ragadtam. A sok gyakorlás és a töménytelen munka meghozta gyümölcsét. A hobbi úszás után jöhettek a profi évek. 12 éves voltam, amikor megfogalmazódott a szüleimben is, hogy ezt komolyabban kellene csinálni. És hát Ózdon erre nem volt lehetőség sajnos, és ezért Egerbe kellett költözzek. Úgyhogy 12 éves koromtól mondhatjuk, hogy profi szinten úszok, és akkor már ugye napi kettő, és akkor Egerben elkezdtem komolyabban. Aztán 18 éves koromban kerültem fel Pestre. Ági Egerben és Budapesten is egyedül él, szüleihez havonta tud csak hazalátogatni, ám a rokonság sűrűn látogatja az ifjú tehetséget. Az Európa-bajnokságra már a fővárosban készült fel, a váltó tagjai titkon remélték az aranyérmet. Mi erről beszéltünk többször is, hogy mi ezt a váltót megnyerhetjük. Ugye tavaly a VB-n döntősök voltunk, hatodikok voltunk, előtte az olimpián is, és csak két európai csapat volt előttünk, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy ott leszünk az elején, és hogy a magyar közönség meg fel fog minket dobni, úgyhogy hát mi erre gondoltunk, meg vártunk rá. Az edzések olyan korán vannak, hogy Ági sokszor korábban kell, mint a nap. Másra nem is marad ideje az edzéseken kívül. Nagyon korán van ez az 5-10, amikor kelek, de hozzá lehet szokni valamilyen szinten. Meg hát hétfőn még könnyű, aztán kedden nehezebb, és a szombaton már alig bírok felkelni, de hát muszáj. Persze, mint mindenkinek, neki is szüksége van egy kis kikapcsolódásra. Hobbiját és az általa kedvelt állatokat összesűrítettük egy napra, és ellátogattunk az állatkertbe. Szeretek fotózni, illetve szeretem nagyon az állatokat. Van egy macskám, Léna. Hát ő elég sok időmet leköti, úgymond, meg hát tényleg elég sokat fényképezett. A sok edzés és verseny közben kell egy kis kikapcsolódás, erre pont jó a fotózás, ami kikapcsolja a sportolót. Igazából kikapcsolod, tehát nem gondolok semmiféle olyasmire, hogy esetleg később ebből élnék meg, vagy valami ilyesmi, csak szeretek kikapcsolódni ezzel. Akkor sétálok a városba, fényképezem az épületeket. Az állatkerti kirándulás részeként Áginak lehetősége volt megsimogatni, sőt, mi több, megetetni az állatkert legnagyobb élőlényei közül kettőt. A vizet, mint közeget nagyon szereti, ez nem is meglepetés, hiszen életének nagy hányadát úszással tölti. A következő állomások a soron következő EB és VB, de félszemmel már Londonra és az olimpiára figyel.